Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a 8 megválasztott képviselőből 6 képviselő jelen van. Megkaptátok a napirendi pontokat. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e vélemény, javaslat, nincsen, akkor igen, annyi változtatással, hogy a 11-es pont az nem zárt ülés lesz, hanem nyílt ülésen kerül a meghívóval ellentétben tárgyalásra. Akkor viszont egy 10-esnek a közérdekű. És akkor előre vesszük, így igaz, akkor a közérdekű bejelentések, ami 10-es lett volna, az lesz a 11-es. És a 11-es pedig a 10-es napirendi pont. Ezzel a változtatással kérném, hogy fogadjátok el a napirendi javaslatot. Jó, kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta a napirendi javaslatot. Első pont, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és inkább felállok, meg itt levenném a maszkot, nem mondom, hogy olyan sokáig beszélek, de hogy le tudjam venni a maszkot, hogy érthetőbb legyen, hogy mi történt a két ülés között. Ugye legutóbb december közepén volt testületi ülés, december 16-án részt vettem Bátonytelenyén keletnógrádi polgármesteri találkozón, majd esti órákban részt vettem, és azért nézek most a óvoda vezető felé, mert részt vettem a óvoda évzáró bankettjén. Köszönöm a meghívást, sajnos nem tudtam végig ott lenni, mert még egy másik rendezvényre kellett mennem aznap este. December 17-én részt vettem a Százszor szép és a Hétpettyes óvoda karácsonyváró műsorán. Köszönöm oda is a meghívást. December 20-án szépkorú köszöntése történt meg, ugye a miniszterelnök úrtól, aki 90 éves vagy 100 éves, az szokott kapni egy ilyen szép oklevelet, illetve ugye pénzt a postás visz neki, vagy a folyószámlára, pluszba ilyenkor, és vannak, amikor kérik a 90 éves vagy 100 éves emberek, hogy a polgármester adja át az oklevelet, és most egy ilyen alkalomból került sor, hogy részt vettem, ami egyébként a gondozási központban került most megrendezésre, mert a néni ott van gondozásban. December 21-én a gondozási központ vezetőinek is részt vettem az évzáró értekezletén, bankettjén, hogy köszönöm neked is, Mónika, a meghívást. Majd 22-én a hasznosi Pippangovodának voltam a karácsonyváró műsorán, majd a városgazdálkodásnak volt egy szintén évzáró rendezvénye, és köszönöm Mártinak is a meghívást. Majd ugye december 20-án hasznosan és keresztesen volt városrészi karácsony, majd pedig december 21-22-23-án a pásztori karácsony került megrendezésre. A két ünnep között is volt élet, meg ugye azért be kellett járni, de ugye fontosabb esemény nem történt, de a napi élethez való utalások, egyéb dolgok miatt be is jártunk. Az más kérdés, hogy én is voltam egy nap Szabin, illetve kettő nap Szabin, mert ugye december 31-én személy szerint nem voltam. 22 elején, ami nagyon-nagyon fontos, megkezdődött a költségvetés előzetes tárgyalások az intézmények vezetőivel, és most már szinte az összes intézmény volt nálunk. Még a városgazdálkodással fogunk még majd a közeljövőben leülni, és már most mondom, hogy február 9-én lesz a, jól mondom, Jézus úr, február 9-én lesz
a bizottságülés, és február 10-én lesz beterjesztve a költségvetésünk. Most ami nagyon fontos, és itt most a kamerák előtt elmondanám, hogy tisztelettel meghívok mindenkit, február 9-én tartunk közmeghallgatást. Ugye nagyon fura most a dolog, mert nem régen volt októberben közmeghallgatás. Úgy szól a SMS-ünk, hogy minden évben egyszer tartunk közmeghallgatást a költségvetés benyújtása előtt. Ugye ez tavalyi esztendőben elmaradt, mert akkor Covid helyzet miatt nem lehetett közmeghallgatást tartani, de mivel egy évben egyszer szigorúan kell tartani, ezért októberben megtartottuk, viszont most két lehetőség volt előttünk, hogy vagy pár hónap elteltével újra tartunk közmeghallgatást, vagy pedig módosítjuk az SMS-t. Hát egyszerűbb volt, mint azt, hogy mint módosítani az SMS-t, inkább akkor lesz pár hónap után újra közmeghallgatás, és bízunk benne, hogy helyreáll a rend, és következő esztendőkben már a vírus helyzet miatt nem lesz olyan, hogy nem tudjuk a hagyományos időben megtartani a közmeghallgatást. A lényeg az, hogy február 9-én 17 órától lesz közmeghallgatás újra. Január 13-án alpolgármester úrral koszorúzni voltunk a gimnáziumba Mikszát napon, Mikszát napi rendezvényen, illetve január 17-én Bartus úrral voltunk a Dornyai Béla Múzeumban, Salgó Tarjánban egyeztetéssel kapcsolat, egyeztettünk több dologgal, és most hétfőn megyünk is egy kiállítás megnyitóra. Gál István filmrendezőnek lesz egy kiállítás, meg emlékének tisztelegve lesz egy kiállítás megnyitó. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy az elmúlt napokban jöttek nagyon-nagyon pozitív dolgok is, a héten történtek. Voltak itt a szerdai nap a Kézilabda Szövetségtől, és a Kézilabda Szövetség lebonyolításában Pásztor is kapott egy szabadtéri kézilabda pályát, ami rekordtámborítású lesz, ha jól tudom, igen. És annak idején, amikor ezt először hívtak a Kézilabda Szövetségtől, ki kellett választani egy helyszínt. Megnéztük, hogy milyen helyszíneink vannak még az a városban. Még az iskola területe lett volna, de ott kiderült, hogy nem fér már el a beépíthetőség miatt sem. Ki a város szélére nem akartuk pakolni nagyon-nagyon kintre, és mivel volt egy régi adóságunk a úgynevezett bügei részen, ott ugye volt valamikor a Béke utcában, ott volt egy játszótér, ami szinte manapság már csak abból állt, hogy fából eszkabált kapu volt, meg fű, és oda el is fogják kezdeni a március elején, úgy tudom, hogy el is kezdik az építését a kézilabda pályának, és ami örvendetes hír, hogy kedden voltak itt, ugye most már biztos megnyertük a pályázatot Szőlőssel és Tarral együtt a szennyvíz telepünk korszerűsítésére és a szennyvíz hálózatra, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ugye mindenki előtt közismert volt, hogy a szennyvízrendszerünk már nem mai gyerek, a másik, a szennyvíztelepünk meg az még rosszabb állapotban volt, mert csak egy medence volt, és nem tudtak soha normális tisztítást végezni, mert ahhoz, hogy a medencét ki tudják tisztítani, le kellett volna engedni egy másik medencébe. Csak valami ilyet annak idején Pásztón úgy valósult meg ez a szennyvízberuházás, hogy mindösszesen egy medence létesült, és így ipari búvárok tudták megoldani valamennyire a tisztítás, de fennállt a veszélye, hogy egy hamarosan beállhatott volna bármikor egy havária helyzet, és Pásztó egy részét sajnos elöntötte volna a trutyi, ami ott van a szennyvíz telepen, de most a munka el fog úgy kezdődni nyáron, és ez nem csak Pásztó, hanem Márta Szőlős és Tar életében is egy nagyon pozitív változás lesz. A mai nagyon jó hír, ma volt egy videókonferencia, amely alapján újabb előrelépést tettünk abba az irányba, hogy Pásztón már jövő esztendőben megkezdődjön egy Enjoy Parknak a kialakítása, egy élményparknak itt a város mellett, amitől nagyon-nagyon sok látogatót remélünk. Én röviden ennyit szerettem volna. Ja igen, ami nagyon fontos, hogy megkezdődik a kerékpárutaknak is az építése.
a Bátonytelenye pásztó és a Szurdokpüspöki pásztó közötti szakaszon, és az is nagyon fontos, hogy csak azért, hogy tudjanak róla az emberek, mert nagyon sokan kérdezik, hogy mikor kezdődik a bölcsödének az építése, a területet átadtuk, megjött a ráemelési kérelmünk is, jóváhagyták, és így a vállalkozó, akivel annak idején feltételes közbeszerzési eljárásán nyert, feltételes szerződést kötöttünk, most már bármikor tud kezdeni, csak az időjárástól függ, hogy mikor indul meg az építése. Szerintem mihelyt a fagyok elmúlnak, elkezdődik az építés a bölcsödeinek is, és még itt szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon szeretném megköszönni a városfejlesztési osztálynak és a műszaki osztály vezetőjének, de mindenkinek a pénzügyről, meg minden osztályról, aki részt vett abban a munkában, hogy a múlt héten kellett beadni, múlt hét péntekig a top pluszos pályázatokat, és nagyon-nagyon gyorsan kellett dolgozni, és több ember nagyon-nagyon sok, rengeteg munkát végzett ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy éjjel-nappal dolgoztak, hogy be tudjuk adni a pályázatainkat és időbe bekerüljenek. Erről már máskor is beszéltem, hogy belterületi utak lesznek felújítva, vízelvezetés könyvtár épületének energetikai felújítása lesz benne. Benne lesz az óvodáknak, a két százszor szépnek és a hétpettyesnek a belső felújítása, a kerékpárút, ki a Hasznosi Várig, ott a Vár utcánál, hogy nagyon-nagyon sok mindent akar. Lent a focipálya környékén, rekordtámpálya, futópálya körbe, lelátóépítés, hogy nagyon-nagyon sok minden került ebbe a dologba, és megint ismét elmondhatjuk, hogy pásztó jelentős pályázati forrásokhoz fog majd jutni, és bízunk abban, hogy ez az év is sikeres lesz. Szerintem nagyjából mindent elmondtam, amit akartam itt a jelenségen, ami folyamatban van, hogy ugye elindítottuk a pásztó közvilágítás korszerűsítés irányába is megtettük a lépéseket, és hogyha minden jó megy, az év második felében az is elkezdődhet, és egy év múlva már új világítást tesz ennek köszönhetően pásztón. Úgy hiszem, hogy ennyi volt is. Köszönöm szépen, más nincs. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés, vélemény? Ha nincsen, akkor... Igen, elnézést, alpolgármester úr, jó, hogy figyelmeztet. Igen, két létesítményt műszakilag átvettünk, az egyik a kint a Máta keresztesen, a Zöldváros 2-ben, ott kész lett a kivitelező, a Zöldváros, a Máta keresztesen a sportpálya mellett lévő volt öltöző lett felújítva, közösségi tér lett kialakítva és állandó színpad, és illetve a Zöldváros egy projekt, ami folyamatosan megy a városban, mert jelen pillanatban is ugye több helyszínen folyik a munka, a Kölcsei udvarban, akit sokan úgy ismernek, a Stromfeld udvar, Hunyadi udvar, a vasútállomásnál és a strandi játszótérnél a Csúszda park, ezeknek a munkálatai most is folyamatban vannak. És az ötödik helyszín, ami a legkisebb helyszín volt kint a Kishegyen, a futókör, az is elkészült, és műszakilag azt is átvettük, hogy igen, ez maradt ki, ez a két dolog, és más nem maradt ki, szerintem mindent elmondtam. Igen. Jó, köszönöm szépen. Ha nincs kérdés, vagy vélemény, akkor kérem az egyes napirendi pontot megszavazni. Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Kettes napirendi pont. Javaslat 2022-01-01-től érvényes köztisztviselő illetmény alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Ugye itt én vagyok az előterjesztő, és itt arról van szó, hogy egy pillanat megkeresem, de a lényege az, hogy ugye mindenki előtt közismert, hogy a minimálbér 200 ezer forintra lett országosan felemelve, illetve a garantált bérminimum pedig 260 ezer forintra.
több ágazatban, a kulturális, szociális szférában központilag végrehajtott béremelések történtek. Ugyanez érvényes az oktatást és nevelést folytató intézményekre, de ott csak a pótlékokra lett emelésre, viszont az önkormányzatnál dolgozóknak központilag előírt béremelés nem történt, és mivel a minimálbért és a garantált bérminimumot a kormány a munkáltatókkal és a munkavállalókkal megegyezően így felemelte, úgy gondoltuk a jegyző úrral és az alpolgármester úrral, hogy a köztisztviselői bér illetmény béralapot, a illetmény alapot is emelni lenne szükséges, és viszont ugye sajnos a büdzsé nem végtelen, ezért egy 5%-os emelésre teszünk javaslatot, vagyis teszek javaslatot, mert én vagyok az előterjesztő. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény. Amennyiben nincs, akkor én szeretném megkérdezni az ügyrendi bizottságot, hogy hogyan döntöttetek. Ügyrendi bizottság elfogadása javasolja. Jó, köszönöm. Pénzügyi bizottság? Pénzügyi bizottság megtárgyalt az előterjesztést és elfogadásra javasolja a testület. Jó, köszönöm szépen. Akkor feltenném szavazásra, aki elfogadja az illetmény alapról szóló önkormányzati rendelet módosítását, azt kérem igennel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő napirendi pont, javaslat az önkormányzati szervei, szervezeti és működési szabályainak egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő dr. Halász István, ügyrendi bizottság elnöke. István, szeretnéd-e szóban kiegészíteni? Csak egy mondattal megismételni a nyilvánosság kedvéért, tehát a törvényességi felügyeleti főosztály, mint ugye a képviselőtestület felettes szerve, úgymond, illetve az önkormányzat felettes szerve észrevételt tett, hogy pontosítani kellene az SMS néhány pontját. Ennek eleget tett a hivatal, és ezt az előterjesztést az ügyrendi bizottság elfogadása javasolja a képviselőtestületnek. Jó, köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény. Amennyiben nincs, akkor az ügyrendi bizottságot szeretném megkérdezni, hogy hogyan döntöttetek. Elfogadása javasolja a testületnek. Jó, köszönöm szépen. Akkor most kérem szavazni. Jó, köszönöm szépen, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő napján egy 4-es pont, de a jegyző úr most kiment. Mindjárt akkor beszélek róla, igazából nem akartam beszélni a 4-es napirendi pontról. Javaslat polgármester illetményeinek emelésével kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő dr. Halász István ügyrendi bizottság elnöke. Köszönöm, polgármester úr, tehát itt is egy jogszabályi változás január 1-től az, ami úgymond kötelezővé tette ennek a napirendnek a megtárgyalását, tehát a törvény módosította a polgármesterek illetményét, és ezt a képviselőtestületeknek is meg kell tárgyalni és dönteni róla, hiszen csak akkor hatályosulhat. Tehát gyakorlatilag ugye korábban is az államtitkári fizetéshez volt igazítva a polgármesterek fizetése. Most is az elv változatlan maradt, de emelésre került sor, és ennek kellett úgymond írásbeli formát önteni. Tehát a jogszabály szerint ugye az államtitkár illetmény 65%-a az 5000 és 10000 fő közötti lakosságszámú település esetén a polgármesternek az illetménye, illetve ehhez jön a arányosan a költségtérítés, illetve a nyelvvizsgapótlék. Jó, köszönöm szépen. Igazából szeretném bár nem a képviselőtestület dönt róla, de ha megszavazza a képviselőtestület, szeretném megköszönni, de elsősorban ugye igazából a képviselőtestületnek ebben sok mérlegelési lehetősége nincs, sőt semmi, mert ugye kötelező neki megszavazni. A döntéshozók így hozták, hogy ez nem pásztói dolog, hanem Magyarország mind a 3200 önkormányzatát érinti. A központban, Budapesten úgy döntöttek, hogy a
polgármesterek és alpolgármesterek bérét is rendezik, és ahogy Halász képviselő is elmondta, lakosság arányosan történt meg, hogy mely településeken hány százalékkal kell a polgármesterek fizetését emelni, amelyet egyébként, ha előfordulna, hogy a képviselőtestület nem szavazna meg, akkor a kormányhivatal felszólítaná a képviselőtestületet, hogy szüntesse meg a törvénytelen állapotot, hogy röviden ennyit szerettem volna hozzátenni, hogy nehogy félreértésben legyen valaki, hogy ez egy pásztúi dolog, hanem ez egy országos dolog, amely Magyarország összes önkormányzatát érinti. Röviden ennyit szerettem volna. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban, amennyiben... István, tessék! Gondolom, mivel ugye a polgármester úr érintett, tehát először szavaznunk kellene arról, hogy szavazhat a polgármester úr. Tehát én, mint előterjesztő, azt javaslom, hogy egyértelmű legyen a történet. Tehát aki úgy gondolja, hogy a polgármester úr szavazzon ebben a kérdésben az igennel, szavazzon, aki úgy gondolja, hogy ne szavazhasson, az pedig nemmel szavazzon. Nem tudom, jegyző úrnak van ez ellen kifogása, jó? És annyi egyébként, hogy a bizottság elfogadása javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. Jó, köszönöm szépen, elnök úr, a kiegészítés. Akkor először arra tenném fel, arról szavaztatnék, hogy én személy szerint szavazhatok-e. Jó, köszönöm. Kérem szavazni. Jó, köszönöm szépen. Megállapítom, a képviselőtestület 6 igennel és 1 tartózkodással elfogadta azt, hogy én is szavazhassak a következő szavazáson, és aki egyetért az előterjesztéssel, az most kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő 5-ös napirendi pont, javaslat alpolgármester tiszteletdíjának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára. István, te vagy az előterjesztő szintén. Ugyanazt tudnám elmondani, ugye, mint az előző napirendnél, nem ismételném meg önmagamat, tehát egy törvényi előírásról van szó, és akkor itt is először ugye arról kell szavaznunk, hogy az alpolgármester úr szavazhasson-e a kérdésben, illetve nem. Jó, köszönöm szépen. Kérdés, vélemény. Hogy döntött egyébként az ügyrendi bizottság? Ügyrendi bizottság elfogadásával sajátozott az előterjesztést is. Köszönöm szépen. Akkor először arra tenném fel, arról szavaztatnék, hogy egyetértetek-e azzal, hogy Bodrog István alpolgármester úr szavazhasson a következő szavazáson. Köszönöm, a képviselőtestület 6 igennel és 1 tartózkodással elfogadta, hogy szavazhasson, és most jön tulajdonképpen a napirendi javaslat, az alpolgármester tiszteletdíjának módosításával kapcsolatos döntés. Aki egyetért, az kérem igennel szavazzon. Jó, köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő napirendi pont 6-os. Tájékoztató Pásztói Városgazdálkodási Kft. Könyveiben keletkezett bérlők által felhalmozott tartozásokról. Előterjesztő Gyürki Márti szeretné ide szóban kiegészíteni. Akkor én röviden annyit szeretnék hozzátenni, hogy arról van szó, hogy az önkormányzati lakásaink egyes bérlői felhalmoztak tartozásokat, nem mindenki természetesen, hanem egy páran, vannak, akik jelentősebb összeget is, és tulajdonképpen az előterjesztés arról szól, hogy most lehetőséget adunk számukra, hogy a 2022. január 31-jel fennálló tartozásaiknak a felét rendezik egy összegben 2022. május 31-ig, akkor a tartozásuk másik felét az önkormányzat elengedi. És a 2022. júliusi testületi ülésen megnézzük, hogy milyen hatása volt ennek a rendelet vagy határozatnak, és amennyiben a fizetési hajlandóságot nem tapasztaljuk, vagy nem történt meg,
akkor 2022. júliusában a testület visszatér a dologra, viszont nem tartható fent továbbra is ez az állapot, hogy egyesek ilyen magas tartozást halmoztak fel, nem az elmúlt egy-két évben, hanem valaki az elmúlt 10 esztendőben. Jó, azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, amennyiben nincs, akkor szeretném megkérni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy milyen döntést hoztak. A bizottság elfogadásra javasolja a testületnek az előterjesztést. Jó, köszönöm szépen. Most kérem szavazni. Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. 7-es napirendi pont, javaslat telephelyek bejelentésére előterjesztő Gyürki Márta ügyvezető igazgatóasszony. Szeretnéd-e szóban? Nem szeretnéd, most én sem szeretném, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, pénzügybizottság. Elfogadásra javasolja a testületünk. Jó, köszönöm szépen, most kérem szavazni. Jó, köszönöm szépen, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő 8-as napirendi pont, javaslat Pásztó Városi Óvoda és Bölcsöde nyári zárva tartásának jóváhagyására előterjesztő Nagy Józsefné Tünde intézmény vezetőasszony. Azt szeretném megkérdezni, Tünde, hogy szeretnéd-e kiegészíteni szóban? Nem, jó. Nagyon szépen köszönöm, és tegnap köszönöm azt is, hogy tegnap küldtél nekem este egy messenger üzenetet, amelyben jelezted, hogy a óvodai és bölcsödei dolgozók közül mindenki felvette legalább az első oltást. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, akkor szeretném megkérdezni, hogy hogyan döntött a intézményirányítási bizottság? Elfogadásra javasolja a testületnek. Jó, köszönöm szépen. Kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. 9-es napirendi pont, javaslat az önkormányzat által alapítandó non-profit Kft. Alapító akiratának elfogadására, és itt van vendégünk is, hogy nagy tisztelettel köszöntöm Nagypataki Zsófiát, aki itt ül az első sorban. Hát ennek a leendő Kft.-nek ő lenne az ügyvezető vezetője majd, ha megalakul a cég. Nagyon röviden, miről van szó, hogy a városfejlesztési osztályunk tulajdonképpen így, hogy megalakul a Kft., ez a non-profit Kft., február 1-ével kiszervezése kerülne, tulajdonképpen megszűnne itt a hivatalon belül, létrejönne egy non-profit Kft., amelynek elsősorban két nagy feladata lenne. Most így nagyon röviden leegyszerűsítve, az egyik feladata lenne a pályázatok menedzselése és egyéb minden pályázattal kapcsolatos tevékenység, illetve a Varázsvölgy turisztikai projektben megvalósuló turisztikai elemeknek a szervezése és lebonyolítása és egyéb dolog. És ezzel kapcsolatban nem véletlenül láttok még itt két bizottsági tagot is, illetve majd Ádám is szerepe is szóba kerül, hogy mivel egy új cég jön létre, egy non-profit Kft., felügyelő bizottságot is kell mellé kinevezni, és 3 önként jelentkező volt. Az elnöki feladatot majd Szabó Ádám fogja ellátni, a 2 felügyelő bizottsági tag pedig Molnár Sándor és Benus László lesz. Én nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani. Én 2 határozati javaslat is van. Történt módosítás is 2 előbb a bizottsági ülésem, hogy majd a szavazásra úgy teszem fel, hogy a módosításokkal együtt. Én arra szeretném megkérni edző úr, hogy mondd már, légy szíves, hogy a kamerák előtt is, hogy mi volt ez a 2 módosítás, és azután pedig majd át fogom természetesen másnak is adni a szót. Köszönöm. Roppant egyszerű, mind a 2 határozati javaslatban úgy szerepelt, hogy Pásztóvárosi Önkormányzat képviselőtestülete, mint alapítója,
ennek az újonnan létrejövő gazdasági társaságnak, de a pontosság azt követeli, hogy pontosan fogalmazzunk egy határozat javaslatban is, és a jogszabályok is ezt követelik. Pásztorvárosi önkormányzat az alapítója a cégnek, és nem a képviselő testület, és ez az aprócska javítás lesz megejtve, vagy tettem erre a javaslatot, és fogadta be polgármester úr, itt a két módosítást, hogy a képviselő testülete szövegrészek mind a két határozat javaslatból ki fognak kerülni. Érdemben nem változtat igazából semmin, de mégiscsak az MBTV-hez is hűen így kell elfogadni ezt a határozatot, illetve mind a kettő határozatot. Köszönöm. Igen. Köszönöm szépen, és mielőtt megadnám a képviselőknek a szót, én azt szeretném megkérdezni Zsófia, hogy megkérni, hogy egy pár mondatban mutatkozzál már be. Hát nekem nem kell különösebben egyébként, mert ismerlek régóta, viszont, de azért nekem is vannak olyan dolgok, amiket nem tudok rólad, hogy mi történt veled az elmúlt években, illetve ugye a képviselőtársaimnak, illetve a Pásztóváros lakosságának is a kamerán keresztül. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én pásztói születésű vagyok, és pásztón nevelkedtem fel, pedagógus családból származom, szerintem sokan ismerik az édesanyámat, vagy a nagyszüleimet is. Turisztikai és marketing végzettségem van. A szakmai utamat igazából a Marketing Szövetségnél kezdtem. Konferenciákat szerveztünk, szakmai összejövetelek szervezésében vettem részt, majd elkerültem egy tréning céghez, ahol szervezetfejlesztéssel foglalkoztunk, ilyen tréningeket kommunikáltunk és menedzseltünk. Aztán később egy multinacionális vállalathoz kerültem, ahol csaknem 10 évet töltöttem el, és az utolsó 2 évben már a magyarországi digitális kommunikációt én vezethettem. Újabb kihívásokra vágytam. Úgyhogy átmentem egy ügynökséghez, ahol még több szakmai tapasztalatot gyűjthettem, mint szervezetfejlesztés, mint online kommunikáció, és mint marketing kommunikáció területén. Aztán utána megszületett a kisfiam, ő töltötte el az elmúlt 2 évemben az időmet, és most izgatottan várom az új feladatokat a Varázsvölgy kapcsán. Köszönöm szépen! Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni a képviselőket, hogy van-e kérdés, vélemény. Köszönöm, Tamás, tessék. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon örülök, hogy egy olyan munkatársat üdvözölhetünk itt, aki itt született, elment, máshol tanult, máshol szerzett tapasztalatokat, és visszajött ide kamatoztatni a tudását. Gratulálunk, és köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Jó, én is köszönöm. István? Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen verseny tilalmi kizárólag nincs, nem áll. Veled szemben tegeződhetünk, azt gondolom. Tehát a korábbi munkahelyekhez képest nincs olyan kizárólag, ami meggátolná azt, hogy ennek a cégnek az ügyvezetője legyen. Jó, köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Vélemény nincs, akkor én szeretném megkérdezni a pénzügyi és településfejlesztési bizottságot, hogy hogyan döntöttetek. Köszönöm szépen a jegyző úr által említett pontosításokkal, módosításokkal a bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek. Nagyon szépen köszönöm, akkor feltenném szavazásra az egyes számú határozati javaslatot a módosítással. Aki egyetért, kérem igennel szavazzon. Tagságot meg kell szavaztatni? Ja, benne, jó, oké, jó. Jó, köszönöm. 7 igennel a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslat, a 2-es jön, szintén a módosítással, aki elfogadja, az kérem igennel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta, és Zsófi, innen is kívánok neked az új kihíváshoz sok sikert és jó munkát, és sokszor fogunk találkozni majd innentől kezdve, és a FEB tagoknak is, és az elnök úrnak is jó munkát kívánok majd a tevékenységhez. Jó, köszönöm, és most szeretnék elrendelni technikai szünetet, mert bizonyos aláírásokat meg kell ejteni a KFT megalapításával kapcsolatosan. Szerinted jegyző, egy 10 perc elég. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, folytatjuk a
képviselőtestület ülést, és ugye annyi változás van, hogy a 10-es napirendi pontra lejött a 11. javaslat Pásztorvárosi Önkormányzat közbeszerzési eljárásában érintett bírálóbizottsági tagok titoktartási kötelezettség aluli felmentésére, és ez azért is nem zárt, hanem nyílt ülés, mert nincs benne semmi titok. Nagyon röviden, ugye mindent megbeszélt, vagy átbeszéltünk a bizottsági ülésen. A lényeg a következő, nagyon röviden, hogy 2018 és 2020 között Pásztó rengeteg kivitelezés projekt valósult meg. A számát most pontosan nem tudom megmondani, de több mint 20, és egyik céggel kapcsolatban kérnek adatokat, és ezzel kapcsolatban a bírálóbizottsági tagokat fel kell mentenem a titoktartási kötelezettség alól, és erről kell most szavazni a képviselőtestületnek, hogy röviden ennyit szerettem volna hozzátenni. Azt szeretném megkérdezni a képviselők közül, kinek van kérdése, véleménye. Amennyiben nincs, akkor szeretném megkérdezni a pénzügyi bizottságot, hogy hogyan döntöttek. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek. Jó, köszönöm szépen, most kérem szavazni. Jó, köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő napirendi pont, utolsó előtti, de az utolsó nyilvános közérdekű bejelentések. Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek van közérdekű, tessék Tamás. Polgármester úrral már beszéltük ezt telefonon, és akkor abban maradtunk, hogy testületi ülésen hozzam fel. A dolog röviden és tömören annyi, hogy az utcánkban történt egy haláleset, a bácsi egyedül élt, rokonok keresték, segítettem én is, mert szomszéd volt, megtaláltuk, elindult a folyamat, és ott állt meg, amikor kijött az ügyeletes orvos, mert kijött egy 85 éves bácsi, aki nem, úgy éreztük, hogy nem tudja ellátni a feladatát már a hajlott koránál fogva. Ugye akkor ez egy nehéz helyzet volt. Nehéz helyzet volt mind kegyeleti szempontból, mind pedig szakmai szempontból, hogy ott az ügymenet az végig menjen. Nyilván a rendőrség is közreműködött, nem volt idegenkezűség, stb. És hát az jutott eszembe, hogy ugye maga Pásztó városa fizet ezért a szolgáltatásért, de mi a szolgáltatásért fizetünk, nem pedig azért, hogy éppen ki legyen az az ügyeletes orvos. Ugye ami nagy problémát vett fel, hogy itt már mindegy volt. De mi van akkor, hogyha egy olyan eset van, amikor valakin lehetne segíteni, de a bácsi már fizikai állapotánál, hajlott koránál fogva nem tud. Ne adj Isten egy gyerek, ilyenekre már benne sem merek gondolni. Tehát, hogy ezt nem, úgy gondoltuk, hogy ezt nem szabad már így hagyni. Tehát testületi ülésen ezt most én így elmondtam. Megkérem Bartos László osztályvezető urat, hogy jelezze ezt mint a szociális osztálynak a vezetője, hogy jelezze ezt a cég felé, aki ezt a szolgáltatást biztosítja. Ha a rendőrség véleményét kikérik, meg fogja erősíteni a kint lévő szolgálatot teljesítő rendőr is ezt a problémát, illetve mi akkor szóban abban maradtunk, hogy a maga területén ő is jelezni fogja ezt, mint probléma, a én lehetőségeimhez képest pedig én is jelezni fogom, hogy ez probléma. Tehát még egyszer, név szerint nem kérhetünk orvos, de azt jelezhetjük, hogy bizony ez a szolgáltatás így nem kielégítő. Nem szeretnénk, hogyha a városban valakinek emiatt lenne bármiféle bántódása is, úgyhogy kérem, hogy jelezzük ezt a cég felé. Ugye polgármester úr azt is elmondta, hogy orvos hiány van, nem vállalják az orvosok az ügyeletet, de valami megoldást erre kell találnunk. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen, Tamás. Ugye nem akarlak ismételni, meg mi tényleg telefonon megbeszéltük, sőt én javasoltam neked, hogy ezt mondd el a közérdekű bejelentéseknél, amivel egyébként mi is tisztában vagyunk, mert más is
elmondta már ugyanezeket a dolgokat szinte, konkrétan nem ezt az esetet, hanem más eseteket, és ugye, ugye az a nagyon nagy probléma, majd én is azt kérem Bartus úrtól, hogy jelezze a szolgáltató felé, hogy ezen azért változtasson, mert csak ugye ami nagyon nagy gondot okoz nekünk, az az, hogy ugye annak idején ugye már nem most 2016-ban először, vagy 15-ben, Laci? Nem, 16-ban kellett először még az előző kettővel ezelőtti testületnek pályázatot kiírni az orvosi ügyelet ellátására. Ugye ez kötelező önkormányzati feladat. Mivel helyben nem vállalják, illetve a körzetben sem az orvosok, akik ezzel, mert nem csak pásztói ügyelet ez, hanem ez több településnek a közös ügyelete. Pontosan mennyi település van benne, Laci? Mert rajtunk kívül Jobbágyi, Püspöki, egy 14 településnek látja el az orvosi ügyeletét. Ugye annak idején is pályáztatásra került sor, már az új testületnél is került pályáztatásra került sor. Ez az egy cég jelentkezett, senki más. Ők látják el Bátonyterenyei, Bátonyterenye környezetében is, ha jól tudom, Salgótarjánban, bár ebben nem vagyok biztos, de Bátonyterenyék környékén biztos. És hozzánk is jött már olyan panasz, hogy vagy túlidős orvosok voltak, vagy pedig túl fiatal még rezidensek, és most ezzel nem megkérdőjelezvén, hogy ők nem értenek hozzá, de alapjában véve egy emberben benne van az, hogy egy több éves tapasztalattal praktizáló orvosnak azért valószínűleg nagyobb tudása van, mint egy... De ez sem biztos, azért ez nem kizárók. Egy a lényeg, hogy viszont jelen pillanatban olyan szempontból nehéz helyzetben vagyunk, hogy mi ezt természetesen jelezni fogjuk a szolgáltató vezetőjének, de egyébként mi is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert ha most nem, ezt nem csinálja ez a szolgáltató cég, akkor jelen pillanatban senki más nem csinálná ezt az orvosi ügyeletet, és nem tudnánk megfelelni a törvényi előírásnak, hogy már pedig kötelező, hogy legyen orvosi ügyelet. De természetesen jelezzük, jelezni fogjuk, és bízunk benne, hogy... De valószínűleg a szolgáltató cégnél is azért van ez, mert nem talál orvosokat orvosi ügyeletre, ezért alkalmaz túlidős orvosokat, vagy túl fiatalokat is. Gondolom, ez lehet az oka nagy valószínűséggel. Én azt szeretném megkérdezni, hogy Laci, szeretnéd-e valamivel kiegészíteni, mert ugye főleg a... Nem az első probléma. Ez tény és való, ahogy mondta a polgármester úr, tehát panasz már érkezett rá, az szakmai jellegű volt, pontosan nem tudtuk, hogy mi. Két ilyen is volt, mind a kétszer ugye azt javasoltam az érintetteknek, hogy a népegészségügyhöz forduljanak, hiszen a felettes szakmai szervezet ők, és ők tudják ellenőrizni, hogy valóban szakmai munka az megfelelő-e vagy sem. Na most ugye mi szerződésben állunk ezzel a céggel, hogy ezt a polgármester is elmondta, és azért nem igazán lehet elfogadni ezt sem, hogy ennek ellenére nem tudnak kiállítani orvost, megfelelő orvos, mondjuk így akkor, szakember. Én magam is találkoztam egyébként ezzel az úrral, akiről már szót ejtettél, én személyesen is, mert érintettségünk volt az anyósom okán egyébként, de mindegy. Igen, hasonlót tapasztaltam. De nem magyarázható, hiszen a legutóbbi közbeszerzési eljárást követően, ugye, ha emlékszik a testület, mintegy háromszorosára emelkedett az ügyeleti költséget, és amit mi nekünk fizetni kell a cégnek. Majdnem háromszorosát fizetjük, mint ezelőtt 4 évvel. Vagy 3-4 évvel, igen. Úgyhogy ha ez így van, már pedig így van, akkor azért nehezen magyarázható, hogy megfelelő szakértelem nem jelenik meg, tehát mindenképpen jeleznünk kell nekik, hogy valamit tenniük kell, mert ez így van, akkor nem kéne, hogy így maradjon. Semmi esetesen. Jó, köszönöm, Tamás. Csak még egy mondat, hogy nehogy valaki félreértse, tehát itt nem arról van szó, hogy most probléma lenne az, hogy valaki esetleg már idősebb korú, hanem arról van szó, csak egy egyszerű példa, ott van például a bükki füves ember, a Gyuri bácsi, ha valaki beszélget vele, akkor azt tapasztalja, hogy szellemileg egy nagyon friss emberrel beszél, aki tudja azt, hogy tehát a szakmájában nem kérdőjelezi meg, itt pedig ez a benyomáson nincs az embernek, tehát kimondottan félelmetes egy ilyen helyzet, hogy egy olyan ember kezében van a döntés sorsa, akiről az a benyomása, hogy nem képes már ezt a feladatot ellátni.
Köszönöm szépen. Akkor ezt a levelet mindenképpen megírjuk, én is aláírom, és kérni fogjuk pluszban megtoldván ezzel az indoklással, amit előbb osztályvezető úr mondott. Jó, köszönöm. Egyéb hozzászólás? István? Nem tudom, hogy az önkormányzatnak vagy polgármesternek van-e információja róla. Én csak ilyen innen-onnan hallottam, meg hát látszik, hogy az uszoda építése most lehet, hogy ez tervezett leállás, vagy van-e valami információ, mert ugye mindenfélét lehetett hallani innen-onnan, hogy nem fizették ki a dolgozókat, és azért vonultak le, meg ilyesmit. Hogy van erről valami hivatalos információ? Szépen köszönöm, István, hogy szóba hoztad, mert pont előbb, amikor szünet volt, akkor szóba került a uszoda építése. Hát én nem tudok róla, hogy bármiféle ilyen probléma lenne. Az más kérdés, hogy egyébként nem is kell tudnom, mert ugye ez a projekt, ez nem a mi beruházásunk, ez egy állami beruházás, se a közbeszerzést nem mi bonyolítottuk le, és a kivitelezésre sem mi kötöttük meg a céggel a szerződést, nekünk annyi közünk van ehhez a dologhoz, hogy itt épül a városban, nagyon örülök neki, nagyon örülünk neki. Még egy közünk van hozzá, hogy mi adtuk hozzá a területet, amit megvásároltunk 60 millió forintos hitelből. Szerintem más kérdés, de ezt nem akarom kibontani, máshol is jó lett volna ez az uszoda, bizonyos szempontból. Itt is van jó dolog, hogy itt valósul meg, de egy másik helyen is lett volna előnye, kint a strandnál, de ez most már mindegy. A lényeg az, hogy a városnak 65 millió forintba ez belekerült, a mai napig fizetjük a hitelt. Mi átadtuk a területet az államnak, és az állam utána egy közbeszerzés során úgy kiválasztotta a nyertes céget. Most a nyertes cég elkezdte, én ott lakom, én látom minden nap. Tény, december, karácsony előtt leállt az építkezés, és január, hát első hetében még nem dolgoztak, de ez nagyon sok építőipari cégnél így van, hogy ilyenkor adják ki a szabadságokat, meg egyéb ilyen dolgokat, meg ugye a tél nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy kinti munkát végezzenek, főleg fagyban. Egyébként ez a zöldváros egyre is jellemző volt, hogy az a udvar, ahol én lakok, két hétig nem történt fizikai munkavégzés. A két ünnep között, az ünnepek előtt, meg január első napjaiban szintén nem volt munkavégzés, amely egy teljesen más beruházás. No most én annyit látok ott nap, mint nap, hogy most dolgoznak, csak már nehezebb észrevenni az uszodában, hogy dolgoznak, mert már nem kinti munka van, hanem benti munkát végeznek, ugye már külsőleg nagyjából kész van. Megmondom őszintén, én ezt a pletykát sem hallottam, hogy nem fizették ki őket, én ezt nem tudom, hát akkor ugye itt az állam a megrendelő, hogy én nem tudom elképzelni, hogy nem fizette ki volna az állam a kivitelezőt, de nem is nyilatkozhatom, mert tényleg nincs róla semmiféle információm. Ugye ez pletykaként működik jelen pillanatban, én ezt úgy fogom fel. Ez lehet, hogy ez egy olyan típusú pletyka, mint két évvel ezelőtt volt, hogy nem épül az uszoda pont ezért meg azért, hogy akkor is voltak különböző verziók, különböző rémhíreket terjesztettek, hogy, sőt, olyat, hogy megkapta a város a pénzt, ami másra ment el, ezért nem épül az uszoda, amikor a város erre sosem kapott egy fillért sem, hanem mi fizettünk, hogy épüljön ez az uszoda, de ugye mindig vannak álhírterjesztők, ezzel nem tudunk mit kezdeni, de még egyszer erre én nem mondom, hogy álhír, mert nincs róla tudomásom, de nem is kell, hogy tudomásom legyen, mert nekünk semmiféle kapcsolatunk nincs se a megrendelővel innentől kezdve, se a kivitelezővel, mert nincs hozzá ez a beruházáshoz közünk. Annyi lesz, hogyha majd megépül, akkor örülni fogunk, és magam is, amikor már nem gyerekként, mert ugye nem vagyok gyerek, de amikor nem lesz és nem iskolai úszásoktatás lesz, akkor én magam is el fogok menni. Természetesen nem úgy, mint egy közeli, vagy nem annyira közeli városban, vagy annak idején, mint a Tanú című filmben volt, hogy Bás Cselftárs egyedül úszkált. Ez nem olyan régen egy környékbeli városban megtörtént, hogy a polgármesternek kinyitottak külön, nincs ilyen szándékom, de visszatérve erre, tényleg nem tudok róla semmit, de nem is, de én megmondom őszintén, én kizártnak tartom ezt a dolgot, hogy, és látom most dolgoznak. Az, hogy bent mennyien dolgoznak, azt én nem tudom. Én az napokban láttam két ember, aki a tetőnél kisebb munkákat végzett, de hogy bent mennyien vannak, az fogalmam sincs. Hogy köszönöm szépen. Jó.
Jó, köszönöm. Ha nincs, já, Kati, tessék. Csak egy dolgot szeretnék, hogy most elkerítették a bölcsödének a területeit, és ott vannak fák ültetve, amik nem olyan öregek. Azoknak mi lesz a sorsa, azoknak a fák? Hát úgy vagyunk a fával, köszönöm szépen, hogy ugye annak idején ugye ezt nem bölcsödének szántuk, ezt a területet. Ez ugye annak idején egy-két képviselőnek vágya volt, hogy majd ott épül fel egy új, majd egy kézilabda csarnok esetleg, ami majd bízunk benne, hogy fel fog épülni, csak majd más helyszínen. És ugye úgy döntöttünk, hogy a bölcsöde kapja meg azt a területet, mert ott lenne a legcélszerűbb, hogy együtt legyenek az óvodai intézményeink. És ugye ott a kerültek fák kiültetése, szerintem az a fa, ami kivehető és mentető, az biztos, hogy áthelyezzük máshová, mert lehetőség szerint egy fát sem vágunk is soha ok nélkül. Fát csak akkor szoktunk kivágni, hogyha beteg, főleg, hogyha beteg, ha baleset veszélyes, vagy ha valahol valami építkezés van, ahol muszáj kivágni. De mivel ezek nem olyan nagy fák, itt valószínűleg megoldható, hogy földdel együtt ki lehessen, és akkor átültetéssel, de hogy ami olyan, ami nem oldható meg, az sajnos az muszáj az építkezés miatt megcsinálni, mert akkor meg nem lehetne semmit építeni. Én nem akarok olyan műdolgokba beleesni, mint Budapesten volt a Ligeti beruházásnál, most már a Magyar Zeneházára még a sajtó egyik oldala is elismerően ír, de ha visszaemlékeztek, ott voltak emberek, akik hepajt csináltak el, és hogy így mondom, éveken keresztül, volt, aki lánccal kötözte ki magát, különböző anarchisták, nem mondok más, csak ennyit, hogy anarchisták kikötözték magukat, csövesként éltek ott, és a nagy környezetvédők olyan szemetet hagytak maguk után, hogy arról inkább jobb nem beszélni, hogy ennyit erről a dologról. De természetesen mi azon vagyunk, hogyha egy fát valahol ki kell vágni, azt pótoljuk. De ezt csak akkor tesszük meg, hogyha az elkerülhetetlen. És még egy dolog is, itt most megint meg fogom dicsérni a kertészünket, lent a városgazdálkodásnál az Andrist, hogy annak idején is különböző nemtelen támadások érték, hogy nem ért a szakmájához ilyen dolog, egy okleveles kertészmérnök, nem ért egyes Facebookon végzett különböző virológus, szövetségi kapitány, mindenhez értő emberek, szerint a kertészünk nem ért a szakmájához, és ugye amikor a fáknak az óvását megcsinálta ott például az ikonikus fűszát is a Kossuth úton, akkor megnyestem át, hogy a beteg ágakat levágta, akkor elmondták mindennek, és az élet bizonyította, hogy már idén is lehetett látni, hogy milyen szép újra az a fa, és milyen lombozatot hozott újra. Csak ez mindig olyan dolog, hogy vannak magukat nagyon-nagyon mindenhez értő emberek. Én mindig beszoktam vallani, én egy dologhoz értek nagyon, az a történelem. Én sosem állítottam magamról, hogy mindenhez értek. Maximum nekem most ahhoz kell értenem, hogy olyan emberek dolgozzanak különböző helyeken, akik értenek az adott szakmájukhoz. De az, hogy különböző emberek mindenféle iskolai végzettség nélkül rossz indulatból, mióta van ez a közösségi média, megkérdőjelezik egyes emberek munkáját, azt mindig visszautasítom és felháborítónak tartom. És bocsánat, hosszan válaszoltam a dologra, szívesen. Jó, köszönöm. Ha nincs egyéb, akkor a mai képviselőtestületi ülést, a nyilvánosat bezárom, és akkor a következő testületi ülés február 10-én lesz, 9-én pedig előtte. Testületi, vagy bizottsági és közmeghallgatás. Köszönöm, és még egy napirendi pont van zárt ülésen.